Na hello bello mindenkinek, üdv újra itt a csatornámon! Itt van velem Tomi, most ez egy kicsit komolyabb hangvételű videó lesz, ugyanis rengetegen írtatok mindenféle kérdést a nyerő párossal kapcsolatban, és hát megígértük nektek, hogy válaszolni fogunk ezekre. A videó egyik része egyébként Tominál található, mert nagyon-nagyon sok kérdést kaptunk, és azokra, amikre ott nem válaszoltunk, az én videómban fogunk válaszolni. Tehát a lényeg az, hogyha ezt megnéztétek, akkor itt egy légy. Akkor gyertek át az én csatornámra, és azt is nézzétek meg. Csapjunk is bele. Szerencsére elég sok párral alakult ki olyan kapcsolatunk, hogy továbbra is tartjuk velük, ilyenek például az Ágiék, velük találkoztunk is Sánta többször, a Sánta Laciék. Pedig minket mindenki utált bent, ugye? Mindenki utált, de hogy utáltak ők minket? Ők már többször is jártak nálunk, ugye én mondtam azt, hogy Juliskával nagyon-nagyon közeli viszonyba kerültem, akkor a Mariannéknál is voltunk már egyébként. Én a Nikivel is nagyon sokat szoktam levelezni, remélem most már vele is összön egy közös shoppingolás. Sőt, egy óriási titkot árulok most el, és lehull a lepel, a Viviékkel is szoktunk beszélgetni. Egyre többet egyébként. És kifejezetten bírjuk őket. Eddig sem volt velük semmi gondunk egyébként, nyilván Fecsó egy óriási tanár. 101 éjszakás kaland. A kialvatlanság. Ez a kiközösítettség érzése. Az érzése. Érzése, ez nagyon fontos kiemelni, hogy ezt csak éreztük, és az, hogy tényleg napról napra teljesíteni kell ilyen körülmények mellett, szerintem ez. Vagy egyszer se volt az, hogy akkor hátradőlhettünk, hogy na, akkor most egy-két óra pihi, és akkor chillerünk, meg kicsit feldolgozzuk a történeteket, hát hanem egyszer, folyamatosan... Volt egyszer-kétszer, mindenkinek nehéz volt ez, aki végig játszottam, aki bent volt. Talán lehet, hogy ez a együttélés és az ennek a körülményei voltak picit talán nehezebbek, ugye ez nagyon-nagyon befolyásolt mindent. Nekem azt érlek, hogy annyi rengeteget dolgoztunk, rengeteget forgattunk, és ez azért kimerítette az embert. Nem voltak egyébként megrendezett jelenetek, de Tomi videójában erről hosszasabban is beszélünk. A legnehezebb feladat nekem, de szerintem egyébként Tomi nevében is nyilatkozhatok, az utolsó feladat volt, amikor 70-valahány percig tartoztuk ezt a szívet, és közben zúdult lánk a 6 fokos víz, a 16 fokos barlangban. És hogy nyomották ránk a hideg levegőt, meg az összes cuccot, ez tényleg kegyetlen volt, de nagyon-nagyon jó játék volt. Tehát ugye maga a párbaj szinten és műsor szinten és kitartás, meg ilyen mindent eldöntő utolsó küzdelem szinten izgalmas és iszonyatosan erős játék volt, de azért az ember próbáló, tényleg. Az nagyon kemény volt. Tehát szerintem ott a saját határainkat sikerült megdöntenünk, és tényleg az, hogy én az világ életemben nem képzeltem volna, hogy valaha képes lennék ott állni 70-valahány percen keresztül. Tehát olyan dolgokat hozott ki belőlünk ez az egész, olyan rejtett erőtartalékokat, amikről szerintem egyikünk se tudott, hogy létezik egyáltalán. Egy idő után már picit így félveültünk le a tévé elé, hogy megnézzük, mi került be az adásba. Nyilván ez egy, már nem azt mondom, hogy 24 órán keresztül történteket vették föl, de azért egy ilyen 16 órát azért általában leforgattak minden nap mindenkivel, és azért ebből nagyon-nagyon szelektálni kellett, hogy mi az, ami végül belekerül egy epizódba, és mi az, ami nem. És ezen azért nyilván sok múlhat, és ez egy pici gyomorgörcsöt mindig okozott nekünk, hogy vajon melyik mondat van, melyik félreérthető tett, vagy éppen jó, vagy rossz kerül bele, de egyébként zseniálisan lett ez így vágva. Azért vidámak is voltunk elég sokszor, sőt, leginkább vidámabbak voltunk. Igen. Például csináltunk egy ilyen tök vicces jóga kihívást, mint amit a videónkban is láthattatok, vagy például rengeteget, hát jó, nem rengeteget, de azért én is főztem azért a konyhában. Hát, sokan írták, igen, hogy én nem is mentem a konyha közelébe, meg megettem mások kajáját. A Vivi többet főzött, és nagyon jól főz egyébként, igen, a Vivi, de a Dóri is egyszer-kétszer feltűnt. És szeretek is főzni. Hát nyilván ezeket nem fértek bele. De mi átéltük, és szerintem mindenki ennek nagyon örült. Igen. Nem? Jó, igen. Nagyon jó volt. Erről Tomi videójában is van szó, elég részletesen, de azért eléggé megdöbbentő volt szembesülni azokkal a véleményekkel, beszélgetésekkel, párbeszédekkel, amiknek nyilván mi nem voltunk fültanúi, nem voltunk ott. Volt néhány olyan dolog, ami nagyon megdöbbentett minket, és nagyon el voltunk így képedve, hogy mondhat egy ember ilyet, de... Igen, és közben az is, engem legalábbis az bántott, hogy pont úgy volt egymás után, úgy jöttek a jelenetek, hogy mi valakiről mondjuk véleményt alkottunk, azért mondom ilyen szépen finoman, mert hogy
igazából szinte soha nem mondtunk szerintem rosszat. Nem, inkább jót mondtunk. És inkább jót mondtunk, akkor jót mondtunk általában. És aztán rá lett vágva a következő másodpercben az, hogy minket meg úgy tokárék úgy, amit nem is szép dolog annyira szerintem valakit a vezetéknevén hívni. És ez fáj nyilván egy embernek, mikor próbál szépen viselkedni, és próbál a másikról nem mondani semmi rosszat, vagy éppen nem akar, vagy nem tud. Próbál tiszta szívvel játszani ezt az egészet, és akkor látod végül vissza, ezzel hogy... szembesülünk. Egyébként én haragot nem érzek, senki dehogy is, nincsen bennünk harag. Dehogy is, egy tévéműsor volt ez egy műsor volt. Nincs ellenérzésünk igazából senkivel, nincs. Mert az jót soha nem szül szerintünk. Tehát, hogy itt történt egy csomó dolog mindenkivel, mindenki ellen, mindenki mellett. De annyit nem ér semmi szerintem, hogy valaki utálkozzon. Szerintem jót tett, ugye megkaptuk egyszer-kétszer azt, hogy nem mutatom ki a érzelmeimet Dórinak a műsorban, ami igaz is, tehát hogy ezt sem szeretnénk tagadni. De hát az egy másik közeg volt egy picit, és alapvetően sem gondolom, hogy mi az a pár, legalábbis én nem az a típusú ember vagyok, aki állandóan puszilgatja, nyújusgatja a másikat, jelentjön ez bármit. Itthon igen, tehát itt van azért ez filmnézés, vagy bármi mellette megvan. Hát úgy gondoljuk, vagy mi igen. Ezért is vagyunk nagyon hasonlóak, mert ebben is pontosan ugyanúgy gondoljuk azt, hogy ennek így itthon van elsősorban a helye, és ez is egyfajta szerelem, és nem gondolom, hogy bármivel is rosszabb lenne annál, aki mondjuk inkább így egy társaságban való csókolózással mutatná ki az érzelmeit. Igen. Amikor oda mentünk a játékba, akkor nyilván mindenki bemutatkozott egymásnak, hogy ki kicsoda, meg honnan jött, de nyilván nem úgy mentünk mi sem oda, hogy na sziasztok, itt a diplomám, itt a izé, nem tudom, itt dolgoztam, ilyen átlaggal, hát tehát erre nem volt szükség. Inkább azt mondom, hogy nem nagyon volt szó egyébként ilyen civil dolgokról, tehát a beszélgetések 80-90%-a a játékról történt, igazából ezt is kérték tőlünk, hiszen erről szólt a műsor. Hát igazából ez a kiközösítés dolog is most, hogy már így utólag nézzük meg, értékeljük az eseményeket, azért eléggé fel lett fújva, talán egyébként a mi részünkről is egy picit, de nyilvánvalóan ez egy nagyon zárt környezet volt, és az ember tudata annyira be volt szűkülve arra, amit ott átél, és a dolgok ezerszeresére nagyítottak hát fel, és mindent mindenkivel ezerszeresen kb. Éltünk meg. Jó, de csomó mindenkivel pedig jó kapcsolatunk volt, és mindenki utál minket is egy baromság. Ez az egész egy jó, óriási nagy pszichológia. Tehát ott voltunk bent egy zárt közösségben, elzárva a világtól, egy csoportban. Nyilván működik egyfajta csoportdinamika, mint ahogy minden közösségben van olyan ember, akit kevésbé a közösség együtt tud nem szeretni, vagy nem tudom, ez egyébként összetartó erő is lehet így a többieknek. Nyilván okuk volt arra, hogy minket így ezt így könnyedén berakjanak egy ilyen dobozba, még miért a kezdeti konfliktus miatt. Nem úgy mondom, hogy reális ok volt, de valljuk be, hogy ez volt ennek az egésznek a gyújtópontja. És tulajdonképpen innentől elkezdődött ez a folyamat, amit nem éreztünk teljesen korrektnek, de azt gondolom, hogy idő után azért ez már rendeződött, és a játék második felébe pedig egészen elmúltak ezek az érzéseink. Itt most nem a tiszteletről van szó, hogy most valakit tisztelni kell, vagy illik, hanem szerintem alapvetően nem hívunk senkit a vezetéknevén, nem tudom, ezzel nem is kell szerintem semmit magyarázni. Hát mi se hívtuk a Bernit kisnek például. Senkit nem hívtunk. Nem szép dolog. Szerintem sokkal nagyobb kérdés az, hogy igen. Valaki miért tokározik, igen. Mint hogy a tokárost, akkor mit tett azért? A tönkrement táska egyébként nagyon is igazi volt, magam is meglepődtem rajta, amikor megláttam darabokban a furlatáskámat, de utána Tomi kárpoltott engem, nagyon cuki volt, a szülnapomra kaptam tőle ugyanazt a cetlit, hogy beváltható bármilyen táskára, és most nyilván kaptam is tőle egy gyönyörű szép Donna Karen táskát, amit majd megmutatok nektek a New York Haul videómban. Akkor reklám. Ez a babás sztori egyébként elég szerencsétlenül jött ki, amit azért eléggé sajnáltunk is utólag visszanézve. Nyilván egy 50 perces adásban nem férhet bele minden. Ennek az egész történetnek volt egy előtörténete, az a konfliktus, amit láthatatok, és egy nagyon-nagyon hosszú utótörténete. Ezután a sztori után mi Tomival egyébként órákig beszélgettünk a dologról, utána teljes mértékben egyébként egy véleményre jutottunk, ami... Én előtte is csak egy pici volt egy félreértés ott, amiből kilakult az egész. Sőt, utána egyébként még beszéltünk a Sántalacékkal is, az egész gyerekvállalásról, és hogy ez mennyire egy király dolog, és ott is nagyon-nagyon fellelkesedtünk, és nagyon várjuk egyébként, hogy legyen egy kis tokárunk.
nem hívjuk a vezeték nevének, kis Tomink. Ez egy nagyon jó kérdés, mert tele vagyunk vegyes érzelmekkel, én legalábbis. Azért nagyon emberpróbáló volt ez az egész, akármennyire is ez így könnyűnek látszott a tévén keresztül. Is elszíttük az első évadból, hogy hát most játszanak, kézzel együtt vannak, el vannak. Ingyen kaja, hoznak, visznek, jók a programok. Igen, nem, hát ez teljesen máshogy nézett ki valósul. Én bevallom őszintén, hogy nem vállalnám el megint. Tényleg? Nem. De ez semmilyen beköltözős, tehát ilyen celeb vagyok, meg ilyenek, én nem mennék ilyenekbe. Én azért vállalnám, mert ez kár lett volna kihagyni, tehát hogy soha nem jutottál volna el ilyen helyekre. És nem is, hogy nem ismertél volna meg ilyen embereket, nem élhetted volna át, nem tanulhattál volna meg magadból, egymásról, nem kerültél volna ilyen szitukba. Nyilván az életben még soha nem kerültünk ilyen helyzetekbe, ilyen konfliktusokba, ilyen ellentétekbe, ilyen játékokat nem tudtunk. Na, soha, mikor megyek át egy viadukton 38 méter magasan, mikor mászunk fel egy tortára, mikor ömlik a moslék a fejembe, vagy sötétben a női segget, mikor ott a perolom, az mondjuk. Az férfi seg volt. Szerintem ezt nem kellett volna kiadni, és soha nem ebben egyetértek vele, Tomi, de én azt mondom, hogyha most újra kéne menni, bármilyen hasonló műsorban, én biztos, hogy nem mennék el. Hát alapvetően ezek az interjú bevágások, ezek úgy néztek ki a gyakorlatban, hogy a nap végén elmentünk interjúzni, és akkor átbeszéltük a nap történéseit kérdések alapján. Egy nap feltettek nekünk 50 kérdést, ott ültünk mindenki másfél órán keresztül, mindenre reflektált, mindenről elmondta, amit gondol, és aztán abból bekerült, ami bekerült. És nyilván akkor az ember még egyszer átélte, hogy mi történt aznap. Még azt szerette volna elfelejteni akkor is, és ez nyilván sokszor éjfélkor, meg későn történtek. Mi ezt egyáltalán nem így gondoljuk. Miért nem lett volna őszinte? Volt az a nagyon-nagyon kellemetlen szobaválasztós szituáció, akkor ott tényleg nagyon-nagyon kiborultam, zokogtam, sírtam, és ez tényleg őszintén megindította a Gáspár Lacékat, és olyan érzéseket váltott ki belőlük, hogy igenis ők kíváncsiak lesznek ránk, hogy tulajdonképpen mi hogy jutottunk el idáig, és megpróbálnak felénk nyitni, és ez iszonyatosan jól esett nekünk. Ebben nem volt semmilyen érdek, ez abszolút szívből történt ez az egész, és nagyon-nagyon sok erőt adott ez nekünk az egész hátralévő játékban. Büszkék vagyunk arra, hogy játszottunk, szerintem egyébként nagyon ügyesek voltunk, és tényleg tiszta szívvel, emelt fővel tudtuk végigvinni ezt az egész játékot. Sírtunk, nevettünk, olyan dolgokat átéltünk, amiket pofákat soha vágtam. Megbeszéltük bizonyos konfliktusokat, nagyon-nagyon sokat fejlődött a kapcsolatunk, nagyon pozitív irányba, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon sokat kaptunk ettől a műsortól, és hálásak lehetünk ezért. Ez így van, tényleg. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben a videóban. Ne felejtsétek el megnézni Tomiét is, mert ott egyébként még más nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok kérdésre is válaszoltunk. Lesz. Kövessetek minket az összes felületünkön, Tomit is, engem is, Instán, YouTube-on, Facebookon ne, de így mindenhol. A kritikát várjuk, szeretjük, a gyűlölködő kommenteket viszont töröljük és tiltjuk. Így van. További szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Szevasztok!